Sárkány Sándor felnőtteknek szóló meséi közül a vakontúrás. Török Tünde hangján. Legyen szép napot, farkas barkas barátom, de mit füstölöksz magadban annál a hatalmasra dagadt vakontúrásnál? Csak nem belejtetted a mobilodat, hogy annyira guvadnak felé a szemeid? A frászt hozod rám, piroskám. Csengethettél volna egy rövidet, hogy időben észrevegyelek. Tudod, rosszalkodik a szívem az utóbbi időkben. Nehezebben viselem a váratlan meglepetéseket. De mit ejtettem bele, mibe? Semmi. Felejtsd el. Most jutott eszembe, hogy ti farkasok még a 21. században is inkább a régi jól bevált módszeretekkel kommunikáltok egymással. Minek is kellene nektek mobiltelefon? Na látod, most fején találtad a szöget, nem is kell aggódnunk leárnyékoltság meg gyengülő térerő miatt. Igazat szól a szád, barátom. A megbánásnak még a szikráját sem látom az ábrázatodon, a múlt éjszakai égtelen üvöltözésetek miatt. Úgy vonítottál, hogy már azt hittem, csapdába szorultak azok a gyönyörű mancsaid. Megnyugodva látom, hogy épek azok, mint a frissen lámpázott tojások, ja, és a szíved. Honnan is sejthettem volna, hogy az erdő koronázatlan büszkesége csupán azért sütteti a langyos napsugarakkal megritkult szőrzetű hátsóját, mert éppen egy felújítás alatt lévő vakontúrás homokjával gyógykezeli süket füleit. Ennyi, no? De fel van vágva a nyelved, te leány. Tudd meg, hogy nem az én fülemmel van itt a baj, hanem inkább azzal, hogy már az erdőbe is betette a lábát az az átkozott technikátok. Mióta felvitte az Isten a dolgodat, úgy gyüszmékelsz azzal a halkan surranó biciklivel, mintha egyenesen az égből pottyantál volna ide. Ha még mindig gyalogjárnál, már messziről meghallottam volna a lépteidet, arra mérget vehetsz. Gumikerekek az erdőben. Kész katasztrófa. Ne légy már ilyen maradi ordas, barátom. Mi ebben a katasztrófa? Talán az, hogy pikpak ott vagyok a nagymamánál, és nem kell fél napot mocskos dágványban kuptatni a legszebb lakcipőm talpát. De mit fárasztom itt magam azzal, hogy megértessem veled az idők szavát? Te könnyen vagy, mert nem használsz cipőt. Érdekel is téged, milyen drága manapság egy minőségi talpalás. Na-na, kislány, azért, mert nem vagyok hajlandó idióta divatcipőkbe kényszeríteni a mancsaimat, még nem feltétlenül jelenti ám azt, hogy nem látok rá a világ dolgaira. Nagyon is tisztában vagyok a mai árakkal, hiszen én is a piacról élek. Igaz is? Mennyiért vesztegetnek egy ilyen biciklit mostanában? Na, látom, tényleg nagyon képben vagy. De ha már ennyire fúrja az oldaladat, hát megmondom. 60 000 ide a markomba, és olyan zsebesen tekerheted, ahogy akarod. Te viccelsz velem, tekerj a nyavaja azt az ócskaságot, hiszen az éppen egy havi nyugdíjam, és akkor még nem is ettem. Hogy nem is ettél? Van képed azt mondani? Azt hiszed, nem látom azon a kenet teljes ábrázatodon, hogy most is éppen tilosban kóstolsz? Nem kell téged félteni, jó madár. Megszerzette magadnak a kis külön csemegédet, de nyugodtan javíts ki, ha tévedek. Mit hablatyolsz itt össze, te paradicsomszínű boszorkány? Talán meghúztad azt a boros üveget, ami a kosaratból kikandikál, hogy ilyen bolondságokat hordasz össze, az, hogy éppen egy vakontúrás mellett görnyedtem, önmagában még semmire sem bizonyíték, vagy igen? Az még nem. De te nem csak áldogáltál, kis barátom, hanem úgy bűvölted azt a friss túrást, hogy azt sem vetted észre, hogy recsegnek a szemeid a homoktól. Vald csak be bátran, hogy megsajdult a fogad egy kis zsenge husikára. Na hát, ezt a szemtelenséget, ami sokkal sok te lakcipőben pedálozó bajkeverő. Tudod, mi jutott eszembe? Most kezdem csak érteni néhai nagyapámat, miért harapott annyira a fajtátokra. Honnan veszed a bátorságot, hogy megrágalmaz egy becsületes erdőlakót? Egy micsodát!
Becsületes erdőlakónak mered nevezni magad? Nem sül ki a szemed, te, aki rá se hederítve a törvényre, kényed kedved szerint orvvadászgatsz a védett területen. Nem gondolnám, hogy éppen egy ilyen alamuszi alak testesítené meg a becsületes erdőlakó fogalmát, ezt az arcátlanságot. Hát azt hiszed, hogy teljesen vak vagyok, pajtikám? Na jó, belátom. Most az egyszer tényleg majdnem kísértésbe estem, de hidd el, hogy nem kaptam volna ki a túrásból azt a lapátkezű ásóbajnokot, csupán gyönyörködni akartam kicsit abban az éjfekete bundácskájában, ha kikukkant a fényre. Csak úgy, nosztalgiából, a régi szép időkre emlékezve. Aha, szóval nosztalgiából. Kíváncsi lennék rá, mit szólna a te kis nosztalgiádhoz az állatok tanácsa? Gyanítom, hogy egy jó időre szűkebbre szorítanák a területedet, melyen ehető bogyók után kajtathatsz. Na nem örökre, csak amíg újra helyre billen az ész a fejedben. Jaj, csak azt ne, piroskám, még rá gondolni is rossz. Nem elég, hogy évek óta nem vadászhatok, mert már szinte minden állatra kiterjesztették az általános védelmet. De ha kóborolni sem lesz hol, akkor tényleg mindennek vége. Jól fogod, pajtikám? Sejted már, mekkora galibát hoztál magadra a titkos kis hallgatózásoddal? Az ilyesmit nagyon nehéz ám kimagyarázni, barátocskám. Lehet, hogy engem elaltathatsz a fényesen lakkozott meséddel, de a vének fülei edzettek ám. Hallottak azok már különbet is a te átlátszó kis történetednél. Azt mondom, jó lesz, ha meghúzod magad egy kicsit. Jaj, te piroska, most az egyszer ne beszélj erről a kis tévejgésemről senkinek. Ígérem, hálás leszek érte egy életre. Na jó, nem bánom, hallgatok, de meg kell ígérned, hogy végleg felhagysz a sumákolással. Esküszöm, ezután beérem azzal, amire a nyugdíjamból telik, de tudnod kell, hogy nem vagyok ám valami jól eleresztve. Elég vékonyka az a boríték, amiből meg kell élnem. Ne tedd ezt velem, te csalfa szívű farkas. Csak nem kezdesz el panaszkodni. Nem figyeled a híreket, hogy ennyire tájékozatlannak látszol? Most mondták be, hogy hamarosan kompenzálni fogják a nyugdíjakat. Jobb sorod lesz, barátocskám, mint valaha is remélhetted volna, vagy te nem is hallottál erről a jó hírről, hogy ilyen fancsali képet vágsz? Nem vágok én fancsali képet, piroskám, csak mereztem a szememet, hogy jobban láthassam, ki az, aki még mindig hisz a mesékben. Te figyelj, amit most elővezettél itt nekem, az még az én előbbi verziómon is túl tesz, pedig elég jó képzelőerővel vagyok megáltva. Nem mese az ordas barátom, hiszen már javában folynak a tárgyalások a dologról, az is lehet, hogy mi alatt diskurálgatunk itt, már meg is szavazta a vének tanácsa. Ekkora naivitást nem feltételeztem rólad, pirikém. Milyen érdekes, hogy az én sumákolásomra rögtön ráéreztél. Most meg, mintha megcsalni látszanának azok a híres megérzéseid. Érdekel, mit gondolok? Jobban megnyugtatna, ha egy zsenge nyuszival kompenzálnának inkább. Mondjuk úgy heti rendszerességgel. Azt legalább el tudnám még rágni a maradék fogaimmal is, bár ha jól meggondolom, vénebb is lehetne, csak lenne. Írtó nyomasztó a sopánkodásodat hallgatni, te farkas. Nem tudnál egy kicsit pozitívabb lenni? Hogy lehet ilyen pesszimista beállítottsággal élni ebben a napsugaras világban? Könnyebben lehetnék én is pozitívabb, ha új biciklivel hasíthatnék az erdőben, mint egyesek. Mobiltelefonnal a nyakamban, degeszre tömött kosárral a hátam mögött. Könnyen osztanám az észt én is.
De kis nyugdíjasként ilyesmiről még elmondni sem szoktam. Na, sejthettem volna, hogy előbb-utóbb itt kötünk majd ki, szóval irigyled tőlem azt a nyavajás biciklit meg a telefont. Innen fúj a szél. Akkor neked nem is a saját bajod az igazi bajod, hanem az, hogy nekem jobban megy, mint neked. Ennyi, Piroska. Te kiforgatod a szavaimat. Olyat akarsz a számba adni, amit nem is mondtam. A végén még kiderül, hogy azt a kis nyugdíjat is méltánytalanul kapom. Hát, barátocskám, most, hogy mondod, ahogy értesültem, egész életedben az erdőt raboltad, nem igen törődtél mások keservével, csak az volt a dolgod, hogy teletömd a bendődet. Remélem, nem esik nehezedre visszaemlékezned, milyen kétes hírű családból is származol. Valljuk csak be, hogy aljas vérengző volt már a nagyapád is, aki kihasználva mások jó hiszeműségét. Nem is mesélem tovább, mert neked jobban kell tudnod a történelmet, hiszen a te családodban történt meg az a csúfság. A mieink mindössze az ártatlan áldozat szerepét játszották ebben az eseményben. Még jó, hogy akadt egy jóra való vadász, aki kimentette a néhai rokonaimat szorongatott helyzetükből. Hajjaj, te lány, nem tévézel te túl sokat mostanában? A bölcsek szerint jó néhány műsor, akár egy komplett agymosással is felér, nekem tévém sincs, így hát bizonyára nem is én vagyok a célközönség. Már megbocsáss, Pirikim, de mosolyra fakasztottál a meséddel. Hát, ide figyelj, te begyepesedett agyú orvadász, hogy cinikus vigyorodat lehervasszam a képedről. Kimondom én, Kerekperec, mire gondolok. Konkrétan arra, hogy a drága látos nagyapád feneketlen bendőjéből ki kellett vágni szegény, alattomosan törbecsalt őseimet, vagy te talán másképpen ismered a sztorit. Jaj, miket olvasol a fejemre. Hát, tehetek én arról, ami akkor történt, mikor még a világon sem voltam? Miért nem inkább arról beszélünk, amihez magunknak is van közünk? Igazad van, Pajtikám. Ha megígéred, hogy tudsz titkot tartani, megsúgok neked valamit. Azt terveztem, hogy a tavaszi választásokon jelöltetem magam. Olyan képviselőre van szükségetek, aki ismeri mindennapos gondjaitokat, és bátran megbízhattok a becsületességében, na meg a szaktudásában. Ami igaz, az igaz. Hallottam hírét, hogy gazdasági területen nem igen lehet téged megtéveszteni, de valóban tudod, hogyan találhatnál megoldást az én problémámra is? Hogy ne tudnám, hiszen most is éppen arról beszélgettünk, mire is lenne szükséged, vagy nem? Hát, a nyulakat valóban említettem, de képes lennél a tanácsban is dűlőre vinni a dolgot? Jó esély van rá, barátom. Bíz bennem. És nyugodtan hozd el a többieket is a szavazásra. Minél több voks, annál biztosabban lobbizhatok az érdekeitekért. Nem vagy már fiatal, de annál bölcsebb lettél, és hát világéletedben befolyásod volt az erdei történésekre. Az igaz. Befolyásom az még most is van. Elárulhatom neked, hogy jó néhány állatnak adtam én már egérutat életembe. Nem hiszem, hogy nehezemre esne kampányolni a programod mellett, bár a nyulak portáján kicsit előtérbe kell majd helyeznem kiváló diplomáciai érzékemet. Hát, ügyesen, farkaskoma, csak ügyesen. Természetesen a vakontúrás ügyet egyelőre jegeljük, és remélem, soha sem lesz szükség rá, hogy napvilágra kerüljön. Vakon bízom benne, hogy megjön az eszed. De ne haragudj, hogy nem maradhatok tovább kiváló társaságodban, hiszen a nagymama már türelmetlenül várja a finom kelt kalácsot és a jófajta borocskát. Na tessék! Már csörög is a mobilom.
Hiába, barátocskám, ez a nagyság átka. Na, légy jó, és meg ne feledkezz a régi jó közmondásról. Akinek vaj van a fején, az ne menjen a napra.